Írta Jaime González. Rendezte Jordi Amorós. Ötödik rész. Az UFO. Akkor hát lekapcsolom a villanyt és alvászat. Jaj, csak azt ne, uram, nem kérem, nem fogok tudni aludni, mert mindig az a tasmániai ördög fog... Hallgass, ne is említs nekem! Kapcsoljuk be a tévét, talán úgy elfelejtjük. Remek ötlet. Oda néz, rajzfilm. Nehogy azt hisz, hogy megúszol. Hallod? Mi van, megkukultál? Mi az, talán lenyelted a nyelvedet? Válaszolj! Akkor nem vagy tovább a barátom. Hallod? És meg fogom mondani a mamának, hogy mit mondtál rá. Egy rendkívüli közlemény miatt megszakítjuk adásunkat. A hír most érkezett Riverminből. Rettenetes, hátborzongató, apokaliptikus szörnyűség száll Riverminre. Tulajdon kívüliek segítsenek! Nem akarom megijeszteni, nem akarom megrémíteni, nem akarom elborzasztani, nem akarom horrorizálni önöket! Engem minden esetre felidegesített! Minden porcikám reszket! Ez a hang az UFO-ból jön! Nem akarom megrettenteni, nem akarom begyullasztani önöket! Nem akarom az idegeket borzolni, nem akarom a szívgörcsöt önökre hozni! De jól figyelje most Bob Detroit, mind a 8 millió barátja, mind az 5 kontinensen! Igen, ez az ő hangja. Úgy látszik, Bob Detroit is földön kívüli. A földön kívüliek megkezdték Riverwind invázióját! Itt vannak a földön kívüliek! Uram, itt van! Hova betettél ütött? Egyfolytában csak ijeszgetsz! Ijeszgeted nekem, Paolo? Persze! Mert én sosem gyulladok be! Menj az ördögbe, tegyem a ját! Jöjjön, aminek jönnie kell! Úgy elröttetlek, mint egy galambot! Ajajajaj, kibökte a légsátrunk falát, uram. Fogd a lyukat! Már is! Jaj, elszállunk! Az UFO tovább állt. Kezdődik az űrháború. Hibátlan volt a landolás. Ez az egyetlen tisztás van az erdőben, és mi itt vagyunk. Jaj, nagyapi, olyan utálatos egy hely, ez itt semmit se kap, mi menjünk el. Na, itt van Iván. Halljuk, mi újság? Semmi. Riverwind itt van egy köpésre. A vízesés másik oldalán, de átkelni lehetetlen. Képtelenség. Mi átkelünk? Add ide a rádiótelefont. Most figyelj. Figyelem, Ausztrália összes légi bázisa figyelem. Itt Mr. Money beszél. Szükségem van egy helikopterre most azonnal. Helyzet meghatározás, keleti szélesség, koordináták 3-9. Ez már döfi, uram. Csak sóhajt egyet, és a helikó előáll. Olyan fontos emberek vagyunk, hogy mindenki tűzként engedelmeskedik. Maradjon csak, sofőr. Már is indulunk. Mi az, hogy sofőr? Azért szálltam le, mert láttam a maga űrhajóját. Az nem számít. Megveszem a helikoptert, és kész. A helikopter nem az enyém. Ez csak egy nyomorult kis senki. A nevem Dr. T-Boy. Ő fedezte fel a koalát. Ahogy mondja. Én Mr. Money vagyok, aki viszont a Money-t fedezte fel. Ez itt Iván. Ez az elegáns kisasszonyka pedig az unokám, Rebecca. Bocsásson meg, kedves Dr. T-Boy, de ebben a sötétségben nem ismertük meg. Párizsban bezeg minden csupa fény és ragyogás, de ez az őserdő micsoda szegénység. Jól van, jól van. A Riverwindbe akarnak menni, állok szolgálatukra. Nagyszerű. Iván, hozd a csomagokat. Már is viszem, Rebecca kisasszony. Menjünk hibád nélkül, aztán majd visszajövök. Nem túl terhes az önnek? Egyáltalán nem, Mr. Money. Mindenképpen vissza kell ide jönnöm. Szeretem az ilyen finom és művelt úri embereket, gyűlölöm a közönségességet.
Rendben van, uram. Amíg vissza nem jön értem, addig felderítem a terepet. Hát a közben belebotlok a koalába. Az majdnem biztos. Amikor felfedeztem, akkor is itt volt valamelyik eukaliptuszfán. Megjutalmazlak, kíván, ha megtalálod. Ha meglátja a koalát, vigyázzon rá, nehogy megszökjön, amíg vissza nem térek. Nyugodjon meg. Nyugi, nyugi, doktor Téboly, ha megtalálom a koalát, az biztos, hogy nem fog megszökni. Ott marad az. Meg se fog moccanni. Azt garantálom. Hová így éjszaka? Cseles, López. Már hajnalban. Hová még? Hát csak ugye, nem akarok tovább aludni, mert olyan szörnyűeket álmodtam. Le se hunytam a szemem, én se. Úgy forgott velem a világ, olyan rosszul lettem. Pedig vicces volt. Mi volt vicces? A papa még sose nevetett ennyit. Elárulok neked valamit, én még soha se dohányoztam. Hát akkor most miért csinálod? Még rosszabbul leszel. Színes füstgolyócskákat akarok fújni, mint a papád. Most figyelj! Te szereted az állatokat? Igen, azt hiszem, igen. Egyszer képzeld el, volt egy csimpánzom. Jaj! Már megint kezdődik minden előről. És mit történt a csimpánzoddal? Ugye nem vette el tőled senki? Nem. Elcseréltem egy láda üdítő italra. Az üdítőt jobban szeretem, mint az állatokat. Én semmiért nem adnálak. Senki sem választhat el tőled. Mondok még valamit. Még arra is képes voltam. Pipácskám tömbbe szunnyad, gyufára gyorsan gyullad, tarka-barka füst mi felszáll, ilyet te még nem pipáltál. Már jön, jön már. Jaj, vizet, vizet! Egész éjszaka csavargott valahol ez a szemtelen gyerek. Ej, Bruno már nagyfiú, szereti nézegetni az eget, meg szeret játszani. Olyan, mint én. Mindig tudja, mit csinál. Igen, csak nézd meg magadat, Bruno O'Neill. Na de, mi van veled? Normális vagyok. Te mondtad, hogy normális, szóval nem vagy érdekes. Nincs benned zsenialitás. Tanulhatnál Bob Detroit-tól. Egyszer leveszem azt a fényképet onnan is. Megjöttek az első vendégek. Jöjjenek bátra, nyitva a házam, már alig vártam. A nevem Mr. Money. És ez a cukorfalat, kislány, kicsoda? Szólítson Rebecca kisasszonynak. Ó, persze, kislányom. Pardon, Rebecca kisasszony. Mibe kerül ez a szálloda? Azt mondja, hogy 2000 naponta. Én a szálloda árát kérdeztem. Meg akarom venni. Csak hogy nem eladó. Nekem nem tetszik, nagyapa, olyan közönséges. Ez az egy van egész River minden. Isten, ilyen fogják érezni magukat. Internacionális konyhát vezetek. Mr. Money és Rebecca kisasszony. Meg is volnánk. Ivánnak is rezerváljon egy lakosztályt. Dr. Téboly már visszament érte. Egy lakosztályt Ivánnak. És maradni mennyi ideig kívánnak? Csak amíg megtaláljuk a koalát, amit Dr. Téboly fedezett fel. Hallottad ezt? Csak amíg megtalálják a koalát, amit a Téboly felfedezett? Szóval csak addig. Maguk talán nem hallottál? Bizonyára tele van álomszép ruhákkal és cipőcskékkel. Abban csak a kendőim vannak. Ó,
Persze, persze, a ruhák biztosan ebben vannak. Nem, az tele van pénzzel. Mi? Ó, pénzzel? A lepró kiadásokra. A többit Marivá hozza. A rakétánkon maradt. Ó, rakétájuk is van, minden. Igen, nekünk mindenünk van. Maguknak meg fürdőszobáik vannak, meg francia parfümjeik. Na, meg majd megbeszéljük. Megbeszéljük. Megvan videótelefonjuk. Telexük, digitális ágyuk, videó, bőrzeszolgálatuk. Lézerúszodájuk, turbószaunájuk. Hát ugye, majd megbeszéljük. Előre megyek. Nem látom, hogy hol van a lift. Nincs, csak egy emelet van. A liftünk rendkívül kényelmes. Felfelé is olyan, mintha lefelé menne. Menjenek le, jobban mondom, menjenek fel. Jaj, de közönséges, Holnap azonnal megrendelek egy új szállodát, 8 csillagosat. Hallottad, hogy jövök? Fogadok, hogy cundikáltál azon a csillogó-villogó faladon. Látod, ahogy hozzáérsz a falhoz, te is azonnal fényled. És fénycsíkot húzol magad után. Itt persze csak szépeket lehet álmodni. Oda néz! Hát nem fantasztikus? Így hajnalban a leges-legszebb a nagy vízesés. Még mindig ott van ez a szivárvány. Én viszont nagyon rosszat álmodtam. Azért siettem ide. Tudod, nagyon kell vigyáznunk Mopira. Gyere, Stella! Nem hagyhatjuk egyedül. Itt van az UFO. Teljesen szép ment. Ha? A földön kívüliek teljesen pépé mentek. Ajaj. Ajaj, mindennek Bob titrait azoknak. Az a félező még sírba visz egyszer! Ajajaj, vigyázzon! Egy fa tetején vagyunk! Ijaj! A természet íme a lábaink előtt hever! Igen, uram, csak túl mélyen! Lélegezz mélyeket, Paolo! A magaslati levegő mindig sokkal tisztább! Nem is haltak meg! Úgy látszik, a földön kívüliek halhatatlanok. Ezt nézd, Paolo, milyen csodás a nap felkelte! Tapsolj már, Paolo! Éljen a nap! Tapsolj már! Éljen a nap! Hú, ez most összetöri magát. Ezek tényleg halhatatlanok. Éljen a nap! Nagyon helyes, most már igazán ausztrál földön vagy. Én is követlek. Menj odébb egy kicsit! Igen, uram! Ebben még van egy kis levegő. Jó lesz ugrószőnyegnek. Jaj! Figyelem, Rivermintiek! Következik egy tripla szálltó mortále, dupla csavart fordulattal, szabad esésben! Saját magánszámom! Ide mindenki! Mindenki! Ez az én vágyam is, de olyan magasul nem merni. És most íve következik a leghíresebb európai ugrózseni! Európai? Úgy látszik, a földön kívüliek európaiak. Indul a világhírű Trampanetti! Tapsolj már! Bravo, bravissimo! Micsoda érkezés. Bravo! Erre senki más nem képes. Ez volna a lélekharang. Értem már, a hordozható tévékészülék bekapcsolt, amikor landolt. Üdv, barátaim! Ne veszítsék el a fejüket! Hoplá! Neked persze nem ártana. Ez a hibbant agyú végezni akar vele. Csak nyugalom,
Segíts a Paolo! Azt mondja, hogy nem kell izgulni! Azt nézd meg, ahogy én nevetek! Kenyi, rakd el! Elcsaposunk! Ne ordítsanak! Hát persze, mindent értek. Gyere ide te is! Ugrálj te is! Jaj, ez csuda vicces! Mi a neved? Bruno! Szia, Bruno! Ugrálj, Bruno, ugrálj! Törjük össze! Amikor meghallottam Bob Detroitot, azt hittem, hogy ő is onnan. Azt hittem, hogy... Fofa be, te idióta! Itt most nincs helye nevetésnek! Csönd legyen! Csönd legyen! Csak semmi zaj. Azt hittem, hogy ez egy UFO. Maguk meg földön kívüliek. Micsoda, hogy földön kívüliek? Én, aki meghódítottam a földet? Én vagyok Trambaretti. Én meg Paolo. Most már mindent tudunk. Ne nevessenek! Már megint? A helyzet elég tragikus, barátaim. A föld harci készültségben. Vajon megtámadják-e Rivermintet? Szűzmáriám! Szűzmáriám! Ott vannak! Ezek már értünk jönnek! Mindenki a földre! Kitört a kozmikus háború! Elpusztítanak bennünket! Híreink ezzel véget értek, és most hallgassanak egy kis zenét, és táncoljanak! De eszelős, pont ahhoz van kedvük! Ez Dr. T-Boy! Há, micsoda! Hello! Meg vagyunk mentve! Tapsolj, Paolo! Bravo! Bravissimo! Hello, Dr. T-Boy! Épp a vízes is felé mentem, amikor megláttalak, pedig gondoltam, hát ha ők azok. Csak voltak! Már egyáltalán nem földön kívüliek! Az meg ott az UFO! Persze, mert Bob Detroit azt mondta a hírekben. Az a barom azt mondta, hogy megtámadnak bennünket! Meg kell neki magyarázni. Halló, 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 figyelem! Egy New York-i vonalat sürgős vészhelyzet Hekatomba! Tela! Tela! Gyere ide, Stella! Oda néz! Ezt az űrrakétát láttuk Brunóval. Vajon ki jöhetett rajta? Mi ez a morgás? Egy óriás! Egy alvó óriás! A nagy eukaliptusz fa alatt ül. És úgy látom, ó, fegyver van nála. Akkor ez egy vadár. Ja, Istenem, Mopli! Igen, ott van, és észrevett bennünket. Csss, csak semmi zaj. Jaj, ez felébredt. Úgy aludtam, mint a bunda. Látszik, ez a Dr. T-Boy nem jön. De viszket a hátam. Szegény Mopli leesik. Zene Hordi Batiste. Magyar hangok. Somlai Erdő.